Bridget Wenninger, Eve Tarlett, 24 karácsonyi mese, 16. fejezet, a varázskristály. Nem messze innen a hegyekben élt pici a törpe. Kedves volt és jó szívű, de nem túl szép. Púpos háta volt és torz arca. Mindig zavarta a külleme, bár igazán nem tehetett róla. Megszépülni nem tudott, így hát magányosan éldegélt és csak éjszakánként merészkedett elő a barlangjából. Egyetlen látogatója egy borzas és büdös kis troll volt, aki addig-addig szimatolt pici edényei körül, hogy a jó szívű törpe mindig megsajnálta és főzött neki valamit. A troll mindent felfalt, aztán csak ledobta a tányérját a földre, és szó nélkül faképnél hagyta a vendéglátóját. Egy téli éjszakán, amikor elősen sütött a telihold, pici kiment fáért. Egyszerre különös zene ütötte meg a fülét. A sziklák között apró fénylő szikrák táncoltak. Kristályemberkék pördültek, fordultak, és közben azt énekelték. A varázs kristály úgy ragyog, ragyog, mint. Valahányszor ideig értek, elakadtak, megtorpantak, és tanástalanul pillogtak egymásra. Aztán újra kezdték az egészet. Milyen kár, gondolta magában pici, hogy sosem tudja befejezni ezt a szép dalt. Így hát, amint megint ideig jutottak az éneklésben, maga énekelte bele a rímet. A varázs kristály úgy ragyog, ragyog, mint a csillagok, csillagok. A kristályemberkék újongva vették körül a törpét. Igen, ez az, gyönyörű, kiáltozták. Igazi dalnok vagy, költőnek születtél. Gyere velünk, elviszünk a kristály királyhoz, kérlek, gyere! Azzal kézen fogták a törpét, és végigvezették a sziklák közti ösvényen, amely egyre lejjebb és lejjebb vitte őket. Egy óriási barlangba értek, amely csak úgy ragyogott a sok kristálytól. A leggyönyörűbb kristály közepén állt, és szivárvány színekben sziporkázott. Amikor a kristály király megjelent, pici el akarta takarni a csúnya arcát, de a kristályemberkék nem engedték. Rángatni kezdték a ruháját, és kérlelték, hogy meséljen nekik. Mi ügyesen ki tudjuk bányászni a kristályokat a hegyből, de semmilyen történetet vagy verset nem tudunk kitalálni, pedig a tél rettentő hosszú és unalmas. Picit nagyon meghatotta a könyörgésük, leült közéjük, és mesélni kezdett. Órák teltek el a meséléssel, amikor végzett, a király magához intette, és azt mondta neki. Köszönjük, pici, hogy megajándékoztál minket, ezekkel a gyönyörűséges történetekkel. Cserében mi is adni szeretnénk neked valamit. Azzal letört egy darabot a szivárvány színű kristályból, és átnyújtotta a törpének. Ennek a kristálynak varázsereje van. Aki belenéz, az mindennek az igazi arcát látja. Nézd csak bele, pici, és lásd meg, hogy milyen vagy igazából. A törpe húzódozott egy kicsit, aztán mégiscsak a szeméhez emelte a kristály darabot. Éppen egy tükörrel szemben állt, és abban meglátta, hogy az igazi valója olyan fényes, kedves és csinos, hogy csuda. Nyoma sem volt semmiféle torzulásnak vagy púknak. Visszavárunk, pici, mondta neki a kristály király. Nagyon megszerettünk. A kristály emberkék visszakísérték a törpét a felszíne, a sziklába vájt kapu előtt elbúcsúztak tőle, és pici hazafelé indult a reggeli napsütésben. Ahogy lélelt a kezében forgatta a kristályt, egy gyönyörű szivárványos mintákat vetített a szikrázó húra. A fényjátékra a büdös troll is felfigyelt. Előbújt és mohón oda kapott. Addi, te mi az? Pici elmagyarázta és elmondta azt is, hogyan jutott hozzá. Amikor a troll meghallotta, hogy milyen szép a kristálybarlang, méltatlankodva kiáltott fel. Ostoba vagy? Miért nem kérted el az egész nagy kristályt? Feldarabolhatnánk és eladhatnánk. Sok pénzt kapnánk érte. Minek nekem a pénz? Nevetett pici. Most már vannak barátaim. Nincs szükségem semmi másra. A dühös troll azonban másképp gondolta. Neki több kell. El is rohant nyomban, hogy megszerezze. Sokáig átlásban, amíg a teli hold a fényére a kristályemberkék előbújtak. Táncolni kezdtek a sziklarésben, és a frissen befejezett dalt énekelték. A varázs kristály úgy ragyog, ragyog, mint a csillagok. A büdös troll akkor előugrott rejtek helyéről, és felbődült. Pillogok, villogok, illatos, üvöltötte. Úgy gondolta, három rím jobb, mint egy, még akkor is, ha semmi értelme.
A kristályemberkék abba hagyták az éneklést, és felháborodva fordultak a cseppet sem illatos betolakodó felé. Megragadták a mancsen elfogva, és végig lögdösték a sziklaösvényen. Velünk kell jönnöd a királyunkhoz, parancsoltak rá, de a büdöstről nem bánta. Úgy gondolta, hogy a háromszoros rímért háromszor annyi jutalom jár majd. Amikor megérkeztek a kristálybarlangba, a troll mohón körül nézett. Azt akarom otni, mutatott az óriás varázs kristályra. És nyugodtan pakolhatok nekem azokból a fényes kis izékből is. Állj, dörrent rá a király. Mit tudsz adni ezért a sok kincsért cserébe? Micsoda, hiszen már adtam három rímet, rikácsolta a troll. És most kérem a jutalmamat. Rendben, megkapod, mondta a kristály király. Letört egy kis szilánkot a varázskristályból, a troll mancsába nyomta, és azt mondta neki. Nézd bele, és megláthatod magad olyannak, amilyen valójában vagy. Most pedig tűnés innen, soha többé nem akarunk látni. A büdös troll morogva és dühöngve ment végig az ösvényen. Micsoda igazságtalanság! Azok a nyavajás kristályemberek csak ezt a semmi kis szilánkot adták a remek rímek fejében. Na nem baj, majd ellopja pici kristályát is, és eladja mind a kettőt. Amikor egy befagyott vízeséshez ért, a büdös troll kíváncsian személyezem állta a kristályt, hogy megnézze magát a jégtükörben. De jaj, megijedt saját magától. Az igazi lénye olyan sötét és szörnyű volt, mint egy vénséges vénsárkány fekete torka. Felüvöltött mérgében és kétségbe esésében. Rohanni kezdett, amíg el nem tűnt az erdőben. Azóta sem látta senki. Pici viszont boldog volt. Nem kellett többé bujkálnia, nyugodtan dolgozhatott nappal is. Éjszakánként, amikor szépen világított a telihold, mindig elment meglátogatni kristálybarátait, és sokat énekeltek és nevettek együtt. Végül Pici leült melléjük a szivárványos varázskristály tövébe, és mondta nekik a világ legeslegszebb meséit.